Keszthely egyik értékes közösségi szintere az Erzsébet-liget, a Festetics örökségként számon tartott terület egykor gróf II. Festetics Tasziló uradalmához tartozott. Az öreg fákat őrző füves terület számos funkciót töltött be, jelenlegi állapotát a 2019-es rehabilitáció után kapta. Kivágták az invazív fákat és a bozótot. A keményfás ligeterdő ma a régi képet idézi. A környezetvédők és a városvédők folyamatosan pótolják a területen a hiányzó fákat. Kis únyi vastagságú csemete, ezek a legjobbak. A liget élő világa több száz növényfajból áll, Komoróczi Lajos azt mutatja, hogy az évekkel ezelőtt kivágott, vagy már hiányzó fák pótlására milyen csemete a megfelelő. Olyan fákat választottak, amik illenek a növénykörnyezetbe, és télen is ültethetőek, nem kell megvárni velük a tavaszt. Hétvégi felültetési akcióban ültettek néhány csemetét. Tavaly ősszel, novemberben nagyon hideg őszi napon elültettünk itt 100-110 facsemetét, és hál' Istennek a jó esős tavaszi időjárásnak köszönhetően ezeknek a nagy része, több mint 90%-a megerett, és amelyek nem eredtek meg, ezeket láttuk a nyáron, azokat kitörtük, hogy egyértelmű legyen össze, amikor majd pótolunk, hogy hova kell pótolni, és szóval 12-15 csemetét ültettünk el, pótoltunk ki a mai akció során, és reméljük, hogy ezek már meg fognak eredni. Nem volt nehéz beszerezni a csemetéket, a természet megoldotta a feladatot. A pótlása mögöttem lévő 400 éves tölgyfalat már sok-sok évvel ezelőtt körbekerítettük, illetve kértük az önkormányzatot, hogy kerítsék körbe, hogy lehulló makkok itt hadd keljenek szabadon, és a pótlásnak a nagy része ebből a tölgy csemetékből került ki, illetve egy kisebb része, mivel ez egy ilyen szempontból védett terület volt, hogy nem kaszálták, szél meg a madarak hoztak ide kőr is, meg gyertyán magot is, azok is kikeltek, és az ültetésnek ma is körülbelül a fele az kör is volt, és a másik fele pedig tölgy csemete volt. A Keszthelyi Városvédő Egyesület és a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület továbbra is figyelemmel kíséri a helyi védettség alá vont liget összképének alakulását. Tavasszal újabb fapótlási akciót terveznek.